Nagyon nehéz lesz nekem most itt énekelni, mert amint beléptem a templomba, majdnem elsírtam magam. Ugyanis nagymamám, Gerák Andrásné, úgy ismerték, hogy Gégény Julis nénye, a Toldi utcán lakott. Emlékszik rá? Igen. És gyerekként nekem az volt az egyik legkedvesebb élményem, amikor itt nyaraltam, vagy itt vakációztam nála, amikor onnan a Toldi utcából ugye szépen felöltözve vasárnap eljöttünk a templomba, és én már nem kaptam vallásos nevelést, az egészből semmit nem értettem, viszont ahogy a nénik meg a bácsik énekeltek, az annyira gyönyörű volt, és nagyon megfogott. Hát ez az egyik dolog, ami miatt most meg vagyok itt hatodva. A másik pedig a 35. Zsoltárnak az első versszakát fogom elénekelni. Azt pedig azért választottam, mert körülbelül 40 évvel ezelőtt a Miskolci Avastánc Együttesnek készült egy 20 perces koreográfiája, egy erdélyi táncokból összeállított, hát félig táncszínházi darab. A Donkanyarban odamaradt katonák emlékére. És a nagyapám, Gerák András, ő ott maradt. És ezt akkor énekeltük a táncban, amikor a lányok, asszonyok bolyonganak a temetőben, és keresik a párjukat, a fiaikat. Erej, Uram, belőimmel, harcainál, lelségimmel, te páj és áldat ragadd elé, én seged elmemre állj elő. Dárdádat nyújtsd ki kezdettem, ellenségimet kergesd el. Mondjad azt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Mondjad azt az én lelkemnek, tégedet én megsegítlek. Nagyon szépen köszönjük. Valóban gyönyörű ez a Zsoltár, és nagyon mély, főleg amikor ilyen személyes kapcsolatokhoz is fűződik. Isten áldó kegyelme kísérje továbbra is életét, családtagjainak életét és mindnyájunknak életét. Egy rövid áldásmondással induljunk el majd tovább. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Amen. Még egyszer megköszönöm mindnyájuknak, hogy megtiszteltek bennünket jelenlétükkel. További szép együttlétet kívánok, áldás békességet. Istenem, dicsőség. Áldás békesség, nagyon szépen köszönjük tiszteletes úrnak és Andreának. Tiszteletes úrnak az előadás, Andreának a gyönyörű megható éneket. Azt hiszem, most így körben nézek, néhány nyilatkönyv zsordult a szemébe. Nagyon szépen köszönjük.